Módosul a kiskorúak sértetként vagy tanúként való kihallgatásának szabályozása a büntetőeljárási törvénykönyvben. Ezentúl a kihallgatás során kötelező módon jelen kell legyen valamelyik szülő a gyám vagy állami gondozásban levő kiskorú esetén az állami nevelő otthon képviselője, illetve egy pszichológus is. Módosította szerdán a képviselőháza gyerekek sértetként vagy tanúként való kihallgatásának szabályozását a büntetőeljárási törvénykönyvben. Eszerint a 14 éven aluli gyermekek kihallgatásán jelen kell lennie valamelyik szülőnek, a gyámnak vagy állami gondozott kiskorú esetén az állami nevelőotthon képviselőjének, illetve egy pszichológusnak is. Az igazságügyi intézmény által kirendelt pszichológusnak az eljárás teljes ideje alatt szakértői támogatást kell biztosítania a gyermek számára. Nagy Laura klinikai pszichológus szerint sokat segíthet a gyereknek, ha jelen van egy szakember is a kihallgatása során, mert a gyerek bizalmasa lehet. Ennek nagyon örülünk, mert a pszichológus segít megfogalmazni a gyereknek az életkorának megfelelően, hogy mi az, amit el szeretne mondani, mik az ő meglátásai, és segít arra fektetni a hangsúlyt, ami igazán fontos. Persze itt a legfontosabb az, hogy objektíven tudnak arra figyelni, hogy a gyereknek legyen a legjobb. Elmondta, nagyon sok esetben jelenthet traumát egy gyerek számára, ha kihallgatják a bíróságon. Példaként hozta fel, amikor a kiskorút arra kérik, válasszon, hogy melyik szülővel szeretne élni egy válás után. Ilyenkor a gyerek fél, hogy megsért valakit, és sok esetben mindkét szülőhöz egyformán ragaszkodik. Ha a megnevezett személyek nem tudnak jelen lenni a kihallgatáson, vagy az ügyben bármilyen formában érintettek, illetve ha alapos a gyanú, hogy befolyásolhatják a kiskorú tanúvallomását, a kihallgatást a gyámhatóság képviselőjének, vagy a kiskorú egy hozzátartozójának, illetve a kirendelt pszichológus jelenlétében kell megtartani. Ha az állami gondozásban levő gyermek kihallgatása összefüggésben áll a nevelésért felelős állami intézmény tevékenységével, akkor az intézmény képviselőjét a gyámhatóság képviselője vagy a kiskorú egyik hozzátartozója helyettesíti.